Jöjjenek a járványhelyzet további hírei már szerte Európából. Megtorpant az oltási kampány Olaszországban, mert nincsen elegendő vakcina. Csak tegnap kezdődött az 50 felettiek oltása, de már is elfogyott az erre a célra szánt oltóanyag, és egyelőre nem is várható utánpótlás. Olaszország ennek ellenére a hétvégén megnyitja határait a védettek előtt. A parkoló megtelt, hirdeti egy kijelző Velence elővárosában. Hosszú hónapok óta senki sem láthatta ezt a feliratot. Velence, ugyanúgy, mint a többi olasz város, korábban teljesen bezárkózott. Április 26-án viszont Olaszország szerte megnyitottak a kávézók és az éttermek, megteltek a vendéglátóhelyek. Velencében ismét megjelentek a várva várt turisták, igaz, még csak Olaszország más vidékeiről érkezhettek. A nagy változás a hétvégén jön, Olaszország ugyanis megnyitja határait a külföldiek előtt. Május 15-től kinyitnak a strandok, és ezzel megkezdődik az idegenforgalmi szezon. Az EU-ból érkező turisták tesztelés és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak be Olaszországba, ha van oltást bizonyító igazolásuk, az utóbbi fél évben gyógyultak meg a koronavírus okozta betegségből, vagy van az érkezés előtt legfeljebb 48 órával készült negatív tesztjük. Olaszország a védettséget várja el minden odaérkezőtől, az országban azonban igencsak akadozik az oltási program. Eddig a lakosságnak csupán 30%-a kapta meg a vakcina első adagját. Noha korábban úgy tervezték, naponta 500 000 embert oltanak be. Hétfőn kezdődött volna az 50 éven felüliek oltása is, de elfogyott a vakcina. Sajnos megakadt a program, éppen a szállítmányok késése, beláthatatlansága miatt a Pfizer vakcina elfogyott májusra, és a következő szállítmányok időpontja még nem ismert, talán júniusban érkeznek, de ugyanez a helyzet az összes többi védő oltóanyaggal. Az egészségügyi tárca adatai szerint ennek ellenére napról napra kevesebb a fertőzött. Most annyi beteget regisztrálnak naponta, mint amennyi október elején volt.